Na hello, hello, köszöntök itt újra mindenkit, sziasztok, visszatértünk ismételten, folytatjuk a Life is Strange-et ott, ahol múltkor abba hagytuk, végre van a hára, most volt egy-két nap kihagyás szünet, de ettől függetlenül igyekeztem ezzel is felzárkózni, megpróbáltam kipihenni magamat. Hát nem tudom egyébként a manapság miért vagyok, mostanában miért vagyok ilyen fáradt, pedig ilyen iszok rendesen kávét, meg alszok eleget, sőt, még ugye eljárok mindenféle sportolási lehetőséget is keresni így a városban, vagy a futás, vagy a kajak, vagy a mit tudom én mi. De hát úgy látszik, ettől még kifárad az ember. Legalábbis napközben. Érdekes, este 5-6 órakor még nem tudtam elaludni, akkor pont nem voltam fáradt. Na mindegy, játékon belül itt tartottunk. Az a helyzet, hogy szerencsére megszereztük ugye, ami az USB-n volt, és kiderült egy-két dolog, és gyorsan hagyd foglaljam össze, szóval, hogy hol tartottunk múltkor. Megszereztük a Diane-től az USB-t, amit arra akart volna használni, hogy saját magát védje a gyilkosság kapcsán, hogyha ez egyáltalán gyilkosság és nem valami véletlenség, hogy ugye elvesztettük Gabe-et, a testvérünket a robbanás következtében, de találtunk más infókat is rajta, és azt találta ki a karakter ebből az egészből, hogy valószínűleg nem csak egy robbantás történt, hanem két robbantás volt abban a bányában, és azon a részen, ahol mi tartózkodtunk, az egy régi bánya rész volt, és ott elvileg nem is kellett, hogy legyen robbantás, mert ott már nem nagyon bányáztak semmit, oda nem akartak megszerezni semmit. Ott vajon miért történt ez az egész robbantós téma? Valószínűleg ez egész csak egy figyelemelterelés lehetett, erre a konklúzióra jutottunk múltkor. Egy figyelemelterelés lehetett a nagy bányának, a valós bányának a robbantása. Ott átszáztak valamit annak, hogy ki akarnak szenni ezzel a robbantással, vagy tovább akarják fúrni a bányát. Viszont eközben titokban, és ez okozta végül a gémnek a halálát, titokban robbantottak itt a régi bányában is, mintha ott valamit el akarnának fenni, elrejteni az emberek elől. És hát igen, hiába telefonáltunk be, nagyon fontos volt, hogy ezt a valamit elrejthessék előlünk, ugyanis valahogy tovább csúsztak a dolgok, és hát nem tudtuk megállítani ezt a robbanást. Na, ez belekezdődik a tavaszi fesztivál, nagyon jó. History is weird. Oh, de hangulatos így este. We've lost the meaning stuff, but kept the roses. And if you do have a special someone in mind, a rose is a great way to say you care. Húha, itt most össze lehet jönni valakivel. Hey, look, a rose. Sounds fun. Is giving away a rose something I'd do? Maybe. Emberek. Szóval, Spring Festival alkalmával, kicsit ilyen Valentin-napszerű a dolog, meg tudunk valakit lepni egy rózsával. Akivel össze szeretnénk jönni. Ki legyen az? Szerintem két lehetséges opciónk van. Az egyik a lány, a másik az pedig a csávó, akivel eddig tök jóba voltunk. Taylor vagy Tyler, valami ilyesmi volt a neve. Merre van az USB, vagy merre hagytuk? Na, ez azóta is folyik. But I'm afraid he'll try to teach me how to fix it myself. USB? Shushu! Will you be my date to the festival, Shushu? Legyen ez szavaz... Ó, ez nagyon jó ötlet! Legyen szavazás! Tök jókor váltottátok ki, tökéletes egyébként. Erre használni... Jobb, mint hogyha esetleg sapkára akarjátok a csatornapontokat. Az azt írtátok, hogy vas hiány. Vitaminokat is szedek. Mondjuk vasat nem tudom. Szoktam salátát enni, abban sok vas van, nem? Ja, erre basszus azt írtam be kérdésnek, hogy vas hiány. Ki legyen... akit meglepünk rózsával. Csajszi csávó, legyen ez így az opció. Oké, tessék, lehet szavazni emberek. Egy percetek van erre, ezt eldönteni. Én azért választanám a lányt, mert szegény az egyben azóta egy teljes reménytelen romantikus életet él, senki ilyen nem volt, itt az USB közben megtaláltam, senki nem volt az egyedüli lány, akibe beleszeretett, ő öngyilkos lett, azt hiszem túladagolta magát drogokkal, és azóta is keresi azt, aki vel összejöhet, és senkit nem talált, szóval ez így szomorú. Na, szóval én nem akarok senkit sem befolyásolni, nem azért mondom, de ha esetleg rám hallgattok, nézzük egyébként a szavazatokat.
Nagyon jó, egyelőre 64%. Igen, Steph vagy Tyler. Hát ez gyönyörű. Check, check, check. Holy shit, you own a skirt? Tessék, már most bejövünk neki. Hey guys. Happy first spring fest. Thanks. I need to apologize to you guys. What happened in the apartment? Something really messed me up. Na igen, eléggé kiakadtunk múltkor. Hát igen, valószínűleg a Charlotte ő volt az, aki végül ugye elabszorbáltuk a dühét, de szerintem magától a gépnek a hírétől is rosszul lettünk, szóval Hearing Gabe. Hearing Gabe's voice. I wasn't ready for that. I thought I was, but it's the same old story. I lose control and I hurt the people I care about. I'm sorry. Yeah. Fuck that. If anyone needs to apologize, it's me. Ever since we've met, you've been there for me. And then when you're the one struggling, I bail. Not cool. I'm really sorry. Lógok neked egy trófeával, vagy mind a ketten sajnáljuk az előző kiakadásunkat. Mind a ketten sajnál. Nem tudom, ez a trófé, ez mit jelent pontosan. Does that just cancel everything out? I think so. We're back to normal. Erről van szó, emberek, erről van szó. Not to spoil the moment, but Typhon blew up their own mine. Why? Ez a nagy kérdésünk nekünk is. Miért volt ez a második robbanás? But we have all the evidence we need to nail them for Gabe's death. I got a hold of Gyönyörű ez a játék. He'll be here soon. Once imádom he sees what's on fényeket. That stick, it's over for Typhon. Hence the celebration. I think we've all earned the right to enjoy ourselves a little tonight. The band's coming on soon. You'd better be front and center. Milyen banda jön most ide hozzánk? Ki játszik, na? Nice. Szerbusz Zalán! Hello, hello! Mi a helyzet? Megvan-e már a görényem? Nem, de tervezem. Minden egyes nap eszembe jut, hogy mikor akarok beszerezni egy görényt. Nagyon akarok. Gondoljatok bele, milyen jó lenne. Streambe lehetne egy kis görénykam az egyik oldalon. Na jó, majd egyszer, jó? Majd télen. Ahhoz, hogy bekuckózok, majd eljön a hideg idő, amikor majd nem fogok ennyit kiárogatni. És akkor majd beszerezek egy görényt. Time to enjoy. Na, itt van a rózsa. Nagyon élvezem én ezt. Oké. Okay. Na, hát... és odaadjuk neki ennek a Jelly Bean Counter guy-nak. Vagy valami teljesen random csávónak. Kinek adjuk a rózsát, kinek adjuk a rózsát? Hol van nálam a rózsa? Hova tettem a rózsát? Mindig biztos tálán van a rózsa. Én azt néztem, hogy nagy részt a Steph-et szavaztátok, meg nem tudom, hogy az én nyomásomra vagy sem, de örülök neki, úgyhogy... Let's go. Ó! Ezt a játékot mindig ki akartam próbálni. You can go right after this determined young man. Ha meg tudjuk pontosan satszolni, hogy hány darab jelly bean van abban az üvegben, akkor kapunk valami jutalmat, de... Hi. Van ötleted? Oh, hey. Nice to see you. Ugye, ő egyesével így megszámolja. I'm taking this jelly bean thing very seriously. Az biztos. Yeah, because the prize is a $100 gift card. Wow, $100 ajándékkártya. Chrissy's been all anxious ever since she got lost. So... I thought I could get her a bunch of treats, which is really embarrassing, saying it out loud. Not at all. That's sweet. Maybe I can help. Oh, for real? Are you good at this? Én szeretném kipróbálni magamat, igen.
300 vagy 800 van benne. Szerintem 8, de én elég sok jelly beant látok ott. 800 darab jelly bean, na? Always more than you think it is. I'd say like 800 or so. Huh. Yeah, could be. Feels like something just changed in that lady by the jar. Maybe I should read her. 800's actually not bad. Na, aha. Hopefully they don't go lower. Oh, I was close. Ő tudja a megfejtést, és kiolvassuk az agyából. Jó, a 800 ez nem volt egyébként rossz, csak kicsivel kevesebb van. Nézzük őt. This game is so demoralizing. Why do I do this to myself? Segítünk. I've got another guess. Yeah? Egy kicsivel kevesebb, mint 8, mondjuk 700. I think it's closer to 700. Yeah. 700 feels right. Ez így csalás, emberek, de nem baj, a jó, jó érdekébe becsaljuk ezt a játékot. I should read her again. Hear me. They're really close to 731. I've never seen anyone. Konkrétan elárulja a megfejtést. Az, hogy rá gondol. 731. Don't ask me how. 731 jelly beans. That's correct. Yes! Egy kicsit javíthattak volna ezzel, hogy jobban egymásra nézzenek. Mondjuk most ő igen, de... No sweat. Igen, azok a karakterek, akik nem main karakterek, nagyon kevésbé vannak kidolgozva, és nekik egyébként javíthattak volna még egy picit így a mimikáikon, meg a egymáshoz való viszonyukon, de egyébként nem rossz. Might as well wander around and be social. It happened last year. Yep. I remember it clear as day. Probably around 10 or 11 p.m. And he was already drunk as a skunk. But this, and I'm not advocating for that kind of drink. Jed loves this town so much. It's inspiring. Igen, ez tök jó. Mondom, itt mindenki tök jó, aki ebben a városban van. But anyway, he comes racing out of the diner. Bold old... I love that the radio. Egyszerűen egy jó hangulata van ennek a kisvároskának. It almost makes it feel like a tiny Coachella. Mennyi részt tervezek a Space Dragonsból? Hú, hát ötletem sincs. Remélem 200-ig még eljutunk, de még ezt sem tudom mondani egészen pontosan. Itt van az Eleanor is. Come on. Young man like yourself, you must know what the haps is. Hi, Eleanor. Kíváncsi vagyok, hogy ő most mit mond nekünk. Good evening, dear. Csomó munka. Akarunk-e később inni? So, kezdjük a lényeggel. Of course. Body shots. Who's going first? Just kidding. Or am I? Nézd ki, igazodni ezen, de van egy csomagunk, ugye? The decorations really turned out beautifully. Ja, ő csinálta mondjuk tényleg lehet a dekoráció. Gyönyörű. It's worth it. I better get going. Ezek a fények. Gyönyörű. Köszönöm, megérkezett a banda? Ja, yeah, everything set, meet at the stage. De hát mikor adom én a... Sounds like Ryan is ready for... Na, mikor adom én nekik oda? Még most odaadhatom nekik, azt nézem. Steph, te vagy az? Oh, hello, hello! Mi lesz ebből? Itt a rózsa. This is for you. Are you serious? Of course I am. Dude, thank you so much. This totally makes my night. I'm glad. Hey, could we meet up after the show tonight? I actually have some pretty big news to share. She said mysteriously. Of course. Speaking of, Ryan should be done any minute. Meet me there? Sure. Oké,
örül neki, és még valamit el is akar, valami nagy rejtélyes titkot árulni a show után. Hát kíváncsi várom a találkozást. Nem tudom, én ezt a Ryan karakterét egyébként annyira nem szerettem meg. És nasz lenne, hol van egyébként? Merre van? Two-faced bitch. Diane. Ja, itt adja nekünk a jó pofét. Yeah. Na, ez a Diane, ezzel továbbra se leszünk jobbak. Hey! Oh, hey! Just in time. So, who's playing? Yours truly. Seriously? That's awesome! Well, wait, who else? Steph. Who else is playing? I hate you. We didn't want you to wuss out. Hát jó, de tényleg egyedül mi vagyunk, akik tudunk gitározni. Mi voltunk azok a banda, akikre úgy vártak. Mi ez a whoosh out? Abszolút would whoosh. Ez a felhívja magára figyelmet, vagy mi? Whooshing out is highly underrated. We haven't even practiced yet. Who cares? Everyone's wasted anyway. Just play whatever. Jaj, nekem FNAF-ból bőven elége. This is gonna Golden be awesome. Hát. Trust me. Mikor sima FNAF-okat se játszottam, még nem hogy még ezeket a fanmade-eket. We've never played together before, and anyway, sorry if this sucks. Szekély már. De mindenkit ismerít, hát jó, nagyjából majdnem mindenkit. Ki lehet ránk okay. Rossz véleménnyel? Minek ezen izgulni? Nézd meg, hát ezek ismerős arcok. Egyedül a bold guy az, aki veszélyes lehet. Őt ugye ismerjük. Ott a bold guy! Jaj, basszus. Ő megszólal. Ha nem neki ettem volna a rózsát, akkor most nem ő dobolnám. Hello, hello, Ametheu. Hogy mint. Még az Eleanor is hogy ropja a szél. Gyönyörű! Ez a kis városka, gyönyörű! Bár csak itt lenne velünk kép! Ugye? Na jó, még Charlotte is beszélünk kell. Ajaj, ezt tudjátok még stég, a copyright stég. Hey, Charlotte. How deep do you think? The lake, I mean. Ugye nem akarsz beleugrani. I don't know. I felt horrible this afternoon. I didn't know if I could survive that feeling. But now, it's like when your leg falls asleep. And even though it's still attached, it's become something other than you.
whole life, I've always felt so deeply. But maybe this is better? There's no shame in needing to feel numb for however long it lasts. If it gets you through another day. Mi vagyunk a város. I'm ashamed. Pszichológusa. But I take your point. Thank you. At least I can survive numbness. Olyan gyönyörűek ezek az arcok. Olyan szépen megcsinálták. Good to see you, Alex. Have fun at the festival. Hát, nem volt ez sajnos túlságosan biztató, meggyőző, nyugtató. Most akar találkozni? Rooftop? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Igen, hát az a helyzet, hogy ez a Charlotte az előző nagy kiakadása után tehát az teljesen egy érzéketlenné és belülről teljesen elhalt emberré vált volna. Ami teljesen érthető egyébként. Szóval... nincs, meg kell adni neki az időt, na. Meg kell adni neki az időt, hogy kicsit jobb legyen. Szerintem neki is csak fel kell tudnia dolgozni. Én igazából még mindig a gyereket féltem a legjobban. New Minor-ben, olvassuk ki a gondolatait. It's not an emergency. Typhon is not normal. I made a mistake coming here. Get out while you can, dude. Már menekülnek. Az újonnan érkező bányászok már menekülnek innen. És erre csak biztatni tudjuk őket. Igen, ez a Typhon Mining Company, ez cool. Sajnos több rejtét tartalmaz magában, mint amennyi egészséges lenne, mint amennyit örülnénk neki. Na nem baj, hát mi még itt vagyunk, és mi még tartozunk egy igazsággal, Gabe-nek, ha másnak nem. Kiderítsük a halálának az okát, szóval ez most meg is lesz. Ezeket nem tudom eltakarítani. De előtte rooftop és romantika time jön. Annyira snasz, mondom, ha ezt a Tylerrel, vagy hogy is hívták Tyler? Szóval annyira snasz lenne, hogyha csávóval csinálnánk mindezt. Annyira tipikus, nagyképű, nem tudom, tehát hogy nem... Nekem nem volt egy annyira szimpatikus karakter. Azt sem értem, hogy egyetlen, hogy lettek ilyen nagy cimborák, egyszer csak ott feküdtek kint, tudjátok, a sziklának a szélén. Egyik pillanatban még szomorkodtak, következő pillanatban már röhögtek, mint hogy belennének tépben. Miért? You said you have some news? I'm leaving. I'm actually leaving Haven Springs. Can you believe it? Back on the road again. Fucking finally. Wait, seriously? És hova? I'm gonna play music again, Alex. Anywhere I want. God, I forgot how fucking good it feels. So happy for you. Holy shit, Steph, that's so cool. Én nem hagynám itt ezt a kis várost egyébként, de... keep in touch. You think it's that easy to get rid of me? Hát ez neki fontosabb. Come on, I need a new destination. You're my good luck charm. You have shit taste in good luck charms. Shut up. Na válaszol neki helyszínt. Hova haladjon tovább? Mi legyen a következő célpontja? Pick one. És egyedül tervezte ezt a zenés utat elintézni? Ti választhatok egyébként Berlin, stb. Tehát így innen, hát nem tudom mi alapján kéne ezt választani, de rátok bízom a döntést. Szóval egyedül tervezte vajon ennek az útnak neki vágni, vagy van egy bandája, akivel együtt tud menni? Vagy ránk gondolt, hogy menjünk. The middle of the ocean! Na, az hol van egészen pontosan? Itt a izénél tudtok fent szavazni, igen, azt hiszem, ki is jött a... most ami kiválasztott, hogy legyen szavazás, de most van sajnos, van, tehát erről automatikusan van szavazás, ott fent látjátok. Ezért nekem még nem is kell csinálni. Sőt, mindjárt itt játékon belül is meg fog jelenni a szavazataitoknak az eredménye. Telefonról is azt hiszem ott fent lehet. Én nem úgy a Berlin nyomnám.
17, ott csak kemény 17 szavazat. És az Ocean lett, hát akkor az. Wow, nice pick. All right, tell me about my life in the middle of the sea. Hát egy ilyen ilyen utazós hajón, vagy hogy... Az Azori szigetek, ez az óceán közepén van. Gig, playing drums in a cruise ship band. I can make that work. I'll mix up the dad rock and show tunes with one bikini kill cover per set. Nudge some yuppies toward better taste. You could even throw in some originals. Before you know it, you've got the world's first cruise core band. That sounds like a pretty spectacular plan. Great. Then come with me. To the ocean? Sure, why not? Doesn't have to be our first stop, but one day. I still have friends in Seattle who book shows. Maybe we start there, or, I don't know, Kansas City, Vegas, wherever we want. Look, I don't want to pressure you. Ez elég kalandosnak hangzik, nem azt mondom. De az egész életünk egy nagy menekülés volt eddig. Nem lenne jobb letelepedni valahol? Na remélem, most megvan adva nekünk szerintem megint a lehetőség, hogy mire van igazán szükségünk. Obviously, I like you a lot, Alex. You mean the fucking world to me. Hug vagy kiss? És azt is tudjátok eldönteni. Ezt is tudjátok eldönteni, emberek, úgyhogy tessék szavazni most már aztán tényleg. A teljes világot jelentjük számára. Hát mit érdemel ez a kijelentés meg? Leave option. Én azzal kapcsolatban lehet, hogy a leave option-t választanám, hogy ebbe a világkörüli útba, hát pont azért jöttünk ide ebbe a nyugodt kisvárosba, nem azért küldtek minket ide, egy kicsit ki tudjunk szakadni ebből a folyamatos menekülésből, és le tudjunk telepenni valahol. Remélem ezzel kapcsolatban nem akar minket belerángatni, hanem itt is meg lesz adva a lehetőség, de jó, lehet, hogy csak azért mondom ezt, mert nagyon-nagyon megkedveltem ezt a kisvárost. Hát ez egyszerűen csodálatos ez a hely. Tényleg imádom. De nem azt mondom, hogy nem lenne kalandos elindulni az óceán közepére egy hajóval és zenészként végigmenni a világon. 22 szavazat, és kiszre! Hát ki gondolta volna, emberek, mégiscsak itt vagyunk Twitch-en. Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. Hát így egyszerű egyébként, hogyha az ember ki tudja olvasni a gondolataiban. Oh my god! Hát nagyon komolyan megcsinálták ezt, és az előző Life is Strange-ekben... Hát közel se voltak így megcsinálva az arcok, gyönyörű. Have to decide anything now, okay? Just think about it. Az első pillanatok ezzel láttam. Thank you. Amint a rádióba hozzánk szólt, mondta, hogy van itt egy csajsz, aki beszeretne tenni egy új számot. Find me later. Az első pillantásából látszódott. Ez egyszerűen olyan feelingje van ennek az egész helynek, olyan jó lehet itt, mondjuk Seattle után, vagy nem is tudom honnan jöttünk ide költözni, egyszerűen nagyon szép. Alex. Jaj, a kihallgatás. USB drive? I do. Ja nem, ez más. It's all here.
Gabe's call, their secret plan, the cover-up. Ó, hogy már meg is bízunk ebbe a pályába annyira. Megvannak a nyomok, akkor csak leadjuk neki a pendrive-ot. Alex? Don't make this hard. Jó, be kell kísérnünk őt a rendőrőrsre. Akkor még itt csak jön egy kis kihallgatás rész. Szia Jasmine, hogy mint veled is? Mi a Stice? Ahogy szoktam kérdezni. Probably isn't how you pictured your first spring festival, huh? Not exactly. Jó, ez nekünk. Coffee? Egy kávé, ez jó lenne így este, nem tudom, 11-kor. Coffee would be great. Thanks. I don't know why I offered, we're actually out. Meg egy burgert is kérnénk akkor, ha már ennyire írjátok a chaton. Hike, hogy miért? Why am I here? The long and short of it is, Diane is charging you with stealing her USB drive. Oh. Akkor a Diane tényleg nem véletlenül küldött egy ilyen nagyon rohadt kétszínű üzenetet nekünk. Rájött, hogy mi voltunk azok, akik elloptuk. Vagy hát sejtő, hogy mi voltunk azok, akik elloptuk az USB-jét. Hát mondhatom azt, de hát most miért hazudjak ezzel kapcsolatban? Hát most figyelj, az igazságnak ki kell, hogy derüljön. Na jó. What the hell are you talking about? Jó vagyok, köszönöm én is a kérdést. Nekem még igazából semmilyen napom van, nekem csak most kezdődött nemrég, szóval. Did you steal this USB drive or not? Meg vagyok, köszönöm. At least tell me you looked at it. I can't. Meg akarok menni ma is evezni egyet. Sorry. Bár a félszítőbe. What do you mean? Why not? Well, one, I would need a warrant. And two, the case is closed. The order came down today. I did what I could, but, you know, the evidence just wasn't there. Sorry, Alex. Lezárták az ügyet, ami nekünk nagyon nem jó, mert mi máshogy tudjuk ugye a történéseket. Nekem még van bizonyíték, amelyre az ügyre még ne tessék ezt lezárni. I have the evidence. Right here. It doesn't matter. Look, what happened to my brother wasn't an accident. It was criminal. The files on that drive prove it. That could be true. But let's say it is. The issue is, you stole Typhon's property. I can't work with that. Igen. Azért nem tudjuk ezeket a bizonyítékokat használni, mert hát mégiscsak a tulajdonát loptuk el a bányásztársaságnak ezzel, hogy ezt a pendrive-ot eltulajdonítottuk, és ezzel a rendőrség úgy látszik, nem tud mit kezdeni. Hát büntessetek meg engem is valamiért, de ez biztos, hogy őket viszont meg lehet akár gyilkossággal is büntetni. Hiszen tudtak róla, hogy ott tartózkodunk, azt mégis meghúzták a figyelmeztetés ellenére a robbanókarokat. I just handed you a smoking gun. It shouldn't matter how I got it. Maybe not, but it does. Alex, you're not thinking about this clearly. Seems pretty clear to me. Diane wants to charge you with computer fraud. That's a federal crime, Alex. 5 to 10, easy. 5-10 évet kapunk ezért? 5-10 évet? Azért, hogy elloptunk egy pendrive-ot? You know what? Fuck Diane. This isn't justice. This is a joke. It's not that bad. Hey, I talked to her, and despite how angry she is at everything you did, she's willing to let it go. If you agree to drop everything, Typhon won't press any charges.
hát ez meg milyen díl? Hát ezt megfordítják, még nekünk kell elejteni a bizonyítékokat, azért, hogy ne pereljenek be. Why would she do that? She just wants this whole thing to go away. This is how to make that happen. Fuck that. I'm not signing anything. Alex. No. Typhon buried something in the mountains. Something so massive, they ignored Gabe's call. Csapa, nagyon kérlek, vegyél vissza egy picit, jó? Mert kezded először a névbeolvasással, aztán ezzel a burgerezéssel, és most azt bemeled azt, hogy tudod, hogy mi lesz a Space Dragon sorozat után, majd hogyha kivittem. Nem ide tartozik, jó? Egyik sem. Tehát, oké. Okay. Majd meglátjuk, mi lesz utána. ...and set off the blast just to cover it up. Don't you want to know what it is? What do you mean, cover it up? Another blast, unannounced, set off at the exact same time at the old mining site. And all of it happened just a few weeks before inspections were set to begin. Come on, Pike. It's all right here. Igen, és ez az igazság. Ez az, aminek jó lenne, ha egy kicsit utána nézzétek. Mert itt még lapulnak ám dolgok, amikről nem tud senki. Alex, please, just sign the form, and we can both go back to the party. No. Alex, this is not an offer that you can choose. I said no. No, it's not an option. Hát ez egy új arc ennek a Pike-nak. What are you so scared of? Mi a hathattak rá valahogy kint, őt is nyomás alá helyeztek? Mi a tököm van? See for yourself. Shit. What could be in that envelope? Mining security. Oké. Okay. Ez itt mi vajon? Szóval, igen, Brother Gabriel Chan died, igen, egy balesetnek köszönhetően halt meg a robbanás következtében. Hú, ez annyira szavakkal van megfogalmazva, ezt nem tudom teljesen lefordítani. De valami bizalmas információnak volt ő is a része ezek szerint. Mi a többi lehetőség? Mi ez csak az a mi történetünknek a leírása, hogy kivel beszéltünk és milyen sorrendben. És itt van az, hogy elloptuk ugye a pendrive-ot is. Ezek ilyen terhelő bizonyítékok ellenünk. Ezek a fotók egyébként honnan vannak? De tényleg, ezeket a fotókat ki csinálta? Mert ez például pont azután készült, miután megtörtént a baleset. Is this a threat? What did you expect? Itt a fenyegetés lenne. Typhon, global organization with billions in revenue, an army of lawyers, and who knows how many politicians in their pockets would just throw up their hands and say, "You got us." Ez az, nem lehet őket még beperelni sem. Túl nagy hatalom, túl nagy cég, túl sok ügyvédjük van, túl sok politikai befolyásuk, nem tudjuk őket beperelni sem. Nem tudjuk átnyomni az igazságot. És ez mennyire így van a valós világunkban is, ugye? I thought I could get justice for Gabe. Igazságot szerettünk volna csak a testvérünknek. No. Ennyit, semmi mást. Typhon has their own idea of justice. Nekik megvan a saját elképzelésük az igazságról. Shit. Believe me, I want nothing more than to make these fuckers pay. I've learned the hard way that it's not possible. They're too big. Too connected, too ruthless.
You can hate me if you want. Call me a coward. But I don't want to lose you like we lost Gabe. Pike is terrified of Typhon. I bet if I took his fear away. Jó ég. Konkrétan már olyan szinten fél, hogy minket, is elveszi. Nem csak úgy, mint Gabe-et. És nem csak minket, hanem Steph-et és Riley-t is, Ryan-t is elveszíthetjük. Mert hogy ettől a bányásztársaságtól úgy látszik, mindenki telik. Még a rendőrséget is a kezükbe tartják. Na jó, azt hiszem ismételten tudtok, nem, most én tudok szavazni. Aláírjuk-e ezt a megállapodást, amit a Typhon adott nekünk, a bányásztársaság, vagy bevállaljuk-e azt a kockázatot, hogy átvesszük, elvesszük a félelmet tőle, ugyanúgy, ahogy a dühöt is el tudtuk nyerni, most tőle el tudjuk venni a félelmet, és hát ha akkor tudunk jobb döntést hozni, úgyhogy nem vagyunk ennyire rettegésbe tartva. Én megpróbálkoznék vele, hát mégiscsak ez a mi képességünk, hogy el lehet bizonyos érzelmeket venni tőle, és nem akarok aláírni semmit, mert akkor mi van, akkor vége a játéknak? Tehát akkor mi van, akkor nyert a bányásztársaság és kész. Igen, bekockáztatom ezt. Do you want to risk your life over this? Gabe, Mac, Alex, who's next? Fuck, 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 just keep your head down, Tony. You're just a shitheel. Typhon's major league. Jogosság egyébként a félelme teljesen. Typhon disappears, people. Let them get killed, not you. I know you're afraid. I am too. I know you think that Typhon is too big, too invincible. Sebezhetetlenek. But they're not. I will bring them down. I just need your help. Oh! És most van nektek a szavazás, emberek. Biztassuk-e őt arra, hogy bátorságot vegyen, vagy inkább az, hogy ezt Gabe-ért tegye meg. Átnyújtottuk számára a pendrive-ot. Igen, az a helyzet, hogy a segítségére van szükségünk ahhoz, hogy ezt az egész Typhon Bunyan's Company-t le tudjuk magunkkal rántani a mélyben. Vagy hát csak lerántani őket a mélyben. Ezt lehet egyedül nem vagyunk rá képesek. Szükségünk lenne rendőri segítségre hozzá. És igazából ez a két választási lehetőség majdnem ugyanaz, szóval nem is tudom miért van ez a választás, de mindegy. Bíztatjuk, vagy a Gabe-ért valamiért rá kell, hogy vegyük. Szóval mind a kettőt meg fogja csinálni. Jobban volt képben is, meg egyébként is most már így, hogy elvettük a félelmét, nem szerintem a biztosítás is működne. Bátorítás, inkább úgy mondom. Úgyhogy, ja, na mindegy, nézzük a szavazatokat, aztán majd kiválasztom azt, amit nyomtok. Igen, igen. For Gabe. Let's go. If not for me, then for Gabe. Please. De ezzel veszélybe sodorjuk amúgy az ő életét és karrierjét is. Fuck. I'll think about it. Thank you. Get the hell out of here. Really? Ez is valami. Alex. Legalább gondolkozik rajta. Ez azt jelenti, hogy majd meg fogja csinálni. Csak legyen is belőle valami. Gyerünk, Pike, bízunk benned. Minden teli lapra. Hát igen, ez tényleg egy új arca volt ennek a zsarunak. Lehet, hogy nem is voltunk hasonló szituációban még vele. Alex, Chad írt nekünk egyet. Látni akar minket, hát rendben. Those pictures.
How long have they been watching us? And what will they do if... Ugyanúgy, mint múltkor a düh, most a félelemén kiváltunk kicsit később. De jó ég. Nagyon nem egészséges így elszívni mások érzéseit. I have no idea what to do next. Maybe talking to Jed will help me feel better. Az biztos. Az öreg fazon eddig mindenre tudott valami nyugtató megoldást. First, I need to get out of this dress. Eddig is az a ruha volt rajtunk. Susu, miért nem tudom megnézni a susut? Can't wait to have nightmares tonight. Itt a Bart sapka. Na jó, Chad. Itt az idő beszélnünk. Hogy lehet valami ennyire gyönyörű ez is? Hát nézzetek már meg, milyen hangulatos. Hey, Jed. Ilyen jó kis kocsmában lenni. There she is. Have a seat. Szépek a fények, a bútorok, a... Olyan hangulata van. Something tells me you've had a more exciting spring festival than you planned for. Hát, mert elrángattak minket kihallgatásra, ja? You saw Pike arrest me. And let you go, apparently. Nem baj, a Pia megoldást kínál mindenre. Then there's that business with Ryan and Steph earlier today. I wasn't sure why it took all three of you to work out Diane's lunch order. I know you're used to looking out for yourself. Gabe was like that. But Haven's a community. We help each other. I want to help you. But first, you have to let me know what's going on. Fuck it. Eleinte nem nagyon bíztam benne, de szerintem be lehet neki most már ismerni az igazságot. Take a shot. Vagy pedig kezdjük a lényeggel. Typhon, ugye a Banyas Company megölte Gabe-et. Typhon megijesztette Ryant. Úgy fenyegette Ryant. Take a shot. Először azt hittem egyébként, hogy egy imposztort kell keresni közöttünk, valaki innen a társaságból felelős volt Gabe-nek a haláláért, és hogy az benne itt a csavar, hogy vajon ki lesz az, aki közöttünk füllent. Hát valamilyen szinten ez így is volt, hogyha úgy vesszük, akkor Diane volt az imposztor, egyelőre úgy néz ki a helyzet, de nem ő volt a felelős Gabe-nek a haláláért. Úgyhogy kezdjük a lényeggel. Typhon killed Gabe. Typhon volt az. I have proof. Bizonyítékunk van rá, de az oka még nincsen meg teljesen tisztán. Tékosod, bármikor a legjobb választás. Ez egek kezdeni, na. Először iszol, utána beszélünk. To cover something up, Jed. Some secret they buried. Valamit eltemettek. Igen, de mi az? Mi az? I don't know what it is. I don't even know what to do next. But I'm not giving up. Not ever. I know what they're hiding. Ja, mert ő jól dolgozott, amúgy tényleg. Ez csak most teszem, hogy ő bányász volt régen. És mit rejtegetnek? Please, Jed. What's the truth? What are they afraid of? Mitől félnek így ennyire? Mit akarnak tényleg elrejteni? Typhon's the devil that runs this town. I've been carrying their secrets for far too long. De régóta hordozza már a titkaikat. I know what they buried in the mountains. Ugye, mit temettek el oda? Na és mi volt az? I'll do one better. I'll show you. Megmutatja. Na.
meg fog ölni a kíváncsiság, mire odáig eljutunk. Megszabad egyáltalán ebbe bízni? Aj, nem tudom. Lehet, hogy csak meg akar ölni minket a vén csávó. Leített, aztán megöl, leüt itt az erdőbe. Hol vagyunk? About 2 clicks that way is the mining site where you search for Ethan. 5 clicks that way is town. What is this thing? Mi volt ez a hang? Ventilation shaft. They're scattered everywhere. Over the years, mines grow into mines, creating a labyrinth under Haven. What you're searching for is down below. És nem mész előre? Hadd nézzek le! Hallám! Chad... Why are you sad? Igen! Tudtam! Vén fa... Zon. Vén fa zon, azt akartam mondani. Te rohadt szemét! I'm sorry, kid. Mi történik? Tedd le a fegyvert! Tedd le a fegyvert. Okay. Just put the gun down. I tried to talk you out of it. Scare you off. I was sure those pictures of Ryan and Steph would do the trick. But még itt csak az impostor. Won't leave damn well enough alone. You don't have to do this. I do. 12 years ago, I made a mistake. The kind of thing that you can't undo. És el akarod követni még egyszer ugyanazt a hibát? Typhon made me a deal. A way to save my town. Give my boy a normal life. I never wanted Gabe to get hurt. Go to hell. Ez most egy nagyon érdekes fordulat volt. Választani se tudtunk ebben a szituációban, pedig lehet, hogy még esetleg használhattuk volna az erőnket, nem tudom, de elragadott minket is egy... Talán egy düh, valami elragadott minket egy érzés, és... Nem tudtunk így védekezni ellene, hát most mi ez? Így van, vége egy fejezetnek, kaptunk egy headshotot. Szóval igen, kötött egy dealt, egy ajánlatot nagyon régen, 12 évvel ezelőtt egészen pontosan ezzel a Typhon Mining Company-val, amit nagyon megbánt, de ő csak egy normál életet szeretett volna a városának és a gyerekének, Ryannek. És valami bűnt megcsinált, valami titkot csinált meg, az ő rejtélye van oda eltemetve valószínűleg ebbe a régi bányába, ő rejteget ott valamit, még mindig nem derült ki akkor ezek szerint, hogy lehet, hogy megölt egy embert, nem tudom, mire kérhette őt meg ez a Typhon. A pisztolyból ítélve lehet, hogy tényleg megölt egy embert, és azt akarták most jobban elrejteni. De hogy nem akarta, hogy megsérüljön kép, és bárki, viszont a dolgok csak alakultak, és hát látjátok, elég szerencsétlen alakultak minket nézve. Tessék, 67% a Steph-nek adott rózsát, jól döntöttünk. Háromszázalék ölelte csak meg a tetőn. 29% elfejtett elmenni a rooftopra, vagy mi? Odaadta a rózsát, de nem akarta a rooftopra menni. Ja, segítettünk megszámolni ezt is. Ó, Riley-val lehetett volna találkozni a busztopban. Ó, Ducky-val is. Csomó emberről lemaradtunk. Dinner Buyer-rel is, azzal se beszéltünk. Nem segítettünk itt például az embereknek az érzés. Na jó, több emberre kellett volna körbenézni itt a városkába, hogy látszik itt még rengeteg választási lehetőség volt. Next chapter. Az a baj, hogy most jobban érdekel az, hogy vagy most mi történik. Egy headshot, az kész. De most mi van? Vissza, hogy kezdődött a játék? Do you want to talk about your time in Colorado?
Let's start with something positive. What did you learn from your visit to Haven Springs? És ismételten tétek a választási lehetőség. Mit tanultunk azzal, hogy meglátogattuk ezt a Haven Springs nevezetű városkát? Ez jelenti az új otthon számunkra. Most már nem félünk az érzéseinktől, vagy semmit se tanultunk. Hát... nem tudom, ez valami. Milyen érdekes egyébként tényleg, hogy van a, volt az a videójáték a számítógépen, és az is egy ilyen bányászós volt. Tudjátok, a bányába kell menni, ezt aranyagat gyűjtögetni. Itt minden a... minden itt összefűződik egymással ezek a dolgok, úgy látszik. Egyébként szerintem is a kettős lesz itt a megfelelő válasz. Ha egyáltalán ez számít. Nem tudom, erre miért adott ilyen nagy választási lehetőséget, szerintem ez pont nem egy olyan választási lehetőség, ami később ki fog hatni bármire is. Na nézzük, hogyan szavaztatok. 35 szavazat. Ja, nem félünk az érzéseinktől többé. De ott van közben, hogy ez egy nagy döntés volt. And to not be afraid of those feelings. Couldn't one argue that those old fears turned out to be justified? What do you make of that friction? Well, I don't know if that's a hang effect, but what is? I'm proud of you for trying. You helped some people. Chased a mystery. Got to kiss a pretty girl. But Alex, you're right back where you started. Ott vagyunk, ahonnan kezdtük ezt a történetet. Hiába segítettünk embereken, hiába üldöztünk itt egy nyomot, hiába csókoltunk meg egy lányt. Igen, tehát hogy most akkor mi van? You're wrong. Hát figyelj, mi... You're wrong. Már máshol vagyunk. I don't belong in here. If that were true, Alex, you'd know you were talking to an empty chair. Kész a rendes tőled. Tessék, igazából az a Dr. Lynn csak a képzeletünkben játszódott, csak a fejünkben volt. De most nem is az első számú kérdés, hogy most milyen helyzet a fejünkben? Mi történik velünk mentálisan? Mi van velünk testileg, a testünk? Tehát hol vagyunk most jelenleg? Egy bányába zuhantunk le úgy, hogy pofán lőttek minket. Mi van? Én ezt szeretném megtudni. Tape recorder, ez mi? Dr. Lynn always recorded our... records our sessions. Igen, amúgy most durva, hogy akik először szoboltak, azok most pont annyi ideje szobok nálam, mint én saját magam, saját csatornámon, szóval ilyen. És pont ugyanilyen rangon vagyunk. He's don't belong to Dr. Lynn. Tuning peg. Ez egy ilyen hangoló cucc. Jó, ezek, figyeljetek, ezek a mi emlékeink, ezek nem tartoznak ehhez a doktorhoz. Hallgassuk meg, nem tudom mit tudhat. Hallgassuk meg. 12 years ago, I made a mistake. Ezek az emlékeink. You can't undo. Igen, a legfontosabb emléke, ami most bajba sodott minket. Képzeletünk szüleménye, én továbbra is úgy gondolom. Hiába mondja azt, hogy csak a legjobbat akarja számunkra. Ez az egész hely kezd szétesni, mint az egyben. Mi van a monitoron? Mi ez, valami Excel tábla?
Yes, that's me. Case number 53322. Nézzük hát meg. Emotional instability. Halucinációk. Vizuális és hallási halucinációink vannak. Depressziók és komoly anxiety. Ez egy orvosi lelet rólunk. Lehet igazából nem is szupererővel rendelkezünk, csak betegek vagyunk, hát csak nem. Az eddigi Life is Strange-ektől ez egy nagyon eltérő történet lenne akkor. Igen, itt van pontosan leírva minden, amit eddig tudunk, amit megfigyelhettünk magunkon. Azt mondják, igen, valószínűleg ez egy diszfunkció lehet. Hát nem tűnik túl humán megoldásnak, hogy ezt próbáltak kezelni, még akkor sem, hogyha ez volt a terv. Hey, my guitar. Nem tudjuk behangolni, no, most no. Szereztünk hozzá utcot. Az is lehet, hogy Alex csak itt rohangált egész végig a szobába, és Haven az csak az egészet képzelte. My guitar case has never heard of me. Sure. Még a gitárunk se hallott saját magunkról? Mi van? Huh. De a kopogtatós vicceket bezzeg ismeri. Na jó, most már tényleg kezdem egy kicsit elveszteni itt a fonalat. Most hiszem, csak ezek a mi hajunkat mintázzák, ezek rólunk készültek, ezek képek. Eddig fel se tűnt. Valószínűleg az Opel-nál nem működne, még először a gitárt azt megnézem. Szerintem, hogy a case number-t beírjuk, akkor ez is kinyitódik. Nem? Ó, csezd meg, ezt meg kellett volna jegyeznem. 5-3-3-2-2. Öt, három, három, kettő, kettő. Na. Kettő, kettő. Fix. Nekem sose volt gitárom, én mindig csak olyan nagy csodálattal néztem, akik ezt így tudják hangolni, meg játszani rajta. Tök jó lehet. Egyszer nekem is be kéne szerezni. Én úgy csinálom, nekem a szüleim semmilyen zenei eszközt nem vettek sosem. Pedig tök jó lehet ilyeneket játszani. A jó ég. Jó, ez valószínűleg mégsem teljes headshot volt. Csak valahogy is sugrolta a fejünket. Jaj, ne! Bekerültük a bányákba, emberek! Ez! Nem tudom eleget hangsúlyozni. Ez az Until Dawn. Ott is tudjátok, volt egy ugyanilyen pszichológus. Minél is alkalommal hallgatott minket ki. Ez a vendégok jönnek, ez lesz a következő lépés. Oh.
Na, ebből a szituációba jussunk ki. Nagyon-nagyon csodálkoznék, hogy egy ilyet a valóságban túlélhet-e egy ember. Ráadásul, hogy ahogy mondta ez a Chad, de hogy is, Jed, inkább így kell neki ejteni, szóval, hogy egy ilyen labirintus van ott lent. Ez egy ilyen konstans visszaemlékezés, de... Alex! Lányából mi lesz a kifejező út? You're dead. So? Lots of people are dead, Alex. Most people. Where are we? I want to say... a hospital? Dr. Mendez to intensive care? Dr. Mendez to intensive care. Yep. Definitely a hospital. Gabe. Okay, here's what I do know. You are 10, I am 14. Our mother is sick, so is our father. But it's a different kind of sickness. Play your part. Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Behave. Mind a kettő szülünk beteg, te elvileg apánk máshogy beteg, azt mondta. És most értük vagyunk itt? Miért vagyunk itt? Most meghaltunk? Miért látjuk a gépet? Hogy látjuk a halottakat? Ha? Oké. Okay. Akkor anyánk van bent. Mondom, ilyen esést, amit hová estünk az előző alkalom egyet, ezt a fejlővést, még akkor is, hogyha mellettünk ment el a golyó, hát... Hogy? Hogy képes egy ember túlélni? We couldn't afford a private room. Just got lucky, I guess. Mom used to fidget with her keys whenever she was worried. Hát igen, eddig semmi nem tudtunk meg a családról, na nézzük. Gabe told me. Jaj, nagyon ezért durva látva lesz, hogyha én most elhúzom ezt a függönyt. Na, mindent megnézek előtte, csak ne a függönyhöz kelljen menni. Jó, nem olyan durva látta, azt hittem valami véres lesz. Yeah. How many nights did Dad spend in this room? Sleeping in an uncomfortable chair and eating machine dinners. There's something so weird and scary about watching your dad cry. Nagyon szomorú. Mom. Every time I saw her, I worried it would be the last. Na jó, próbáljunk beszélni velem. Hát ez nagyon nehéz lehet. Hi, Mom. Csak én nem tudom, hogy vajon innen jön ez a trauma nekünk, ami miatt minket vizsgáltak. Vagy ez teljesen független a családunktól? Mom. Such a brave girl. How do you ever get so brave? Is that how it went? You don't think you missed anything? Ow! Gabe, why? Valamit elhagytunk, valamit elhagytunk, nem néztem meg volna. Dad. Behave.
Oké. Okay. Mit akar ez a játék tőlem? Lehet, hogy szinte most lejjebb kerültünk az emlékeiben. Alex. Go check on your mother. Okay. Most néztem meg. Nagyon furák vagytok mind a ketten. Te miért... Gép, te most miért cseszegettél amúgy az elején? Nem tűnt most az a tesós bögdösődésnek, hanem ez most valami más volt. Did I miss something? Képeket nem néztem meg, oké. There it is. The painting that taught me that art sucked sometimes. Művészet szar néha. Magazinok, tessék. We spent so much time in here that Gabe told me it was full of needles. Scared me to death. Jaj, hát én, hogyha valamitől félek az életben, amúgy ez a kórházak. Mondjuk ez egy gyönyörű kórterem egyébként. Mondta is, hogy szerencséjük volt, mert nem szoktak ilyen privát kórtermeket kapni. De én hű, nem félek a kígyóktól, a pókoktól, meg a mit tudom, én általában az ilyen dolgoktól szoktak tartani az emberek. De az orvosoktól, azoktól nagyon parázok. Pedig tudom, hogy nem feltétlenül kéne. Egyedül a kép volt, amit nem néztem meg. Speak. Valószínűleg lesz még valami, amiért vissza fog egyszer tenni minket, van egy olyan érzésem. Vizet még nem néztem meg. Vizet, ilyenkor kéne vizet adni, nem? Mom. Water, Alex. Get her some water. Water, 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 water. Take. Speak. Thank you. You almost never cried, even when you were very small. Did you know that? Yeah, ezért mondta azt, hogy brave girl. That's been my biggest challenge with you. How do you take care of someone who is already so strong? Strong girl. I want you to make me a promise. Your brother, your father, they are going to need you. You have to be strong. Will you do that, Alex? Such a brave girl. How do you ever get so brave? Nagyon megható. Különösen sajnos, aki már átélt ilyet. Nekem is sajnos pont ugyanilyen volt nagyapámnak a halála.
Na ja, jó, de élünk-e még a játékon belül? Hol vagyunk? Ez még mindig nem a bánya. Ez az első otthonunk? Innen szoktak általában indítani a játékok. Csúsú, hello! Most a játék vége felénél ismerik meg az előtörténetét ennek az egésznek. Was that the last time you talked to her? Mom. Hát nem tudom, ez volt az utolsó, valószínűleg ez volt az utolsó alkalom, igen. I think so. Szia, Molok! Ó, pont egy nagyon szomorú résznél. Jöttél. Gabe, what's going on? You're 11, I'm almost 15. Dad and I are time bombs. You keep running back and forth, trying to defuse us both. This is going to suck so bad. Mi fog történni? Play your part. Miért mondta azt, hogy ők időzített bombák az apjával? Ennyire rossz volt a kapcsolatuk? És itt még nagyon fiatalok azt mondták, tehát ilyen 11-12 évesek. Elnyomta a vitatkozás hangjait zenével. Jaj, csak ne copyrightozz zenével, kérlek! Ezért mondta akkor az apjára, hogy ő máshogy volt beteg. Valószínűleg rengeteg vitatkozás veszekedés miatt nagyon rossz lehetett a kapcsolatuk. Copyrightozza, nem? Még mindig jó, mint a csöndben nézzünk. Igen, ezek actually megtörténtek. De kérdés, hogy ezeket miért látjuk most, ugye nem az életünk filmje lepörög előttünk, hogy most mi történik a bányában. Aja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 j
It was my job to keep the peace. But no matter what I did. Susuva, majd ő kibékíti őket. Susu! At least I managed to hold on to you. Itt még megvolt mind a két füle. Susu! Hogyan tartsuk fenn a peace-t? It was an indie. It was too gory for me. Mit tudnánk tenni ebben a szituációban? Körbenézzük, mi az, ami megnyugtathatja őket? My job was to sort them in order of how close we were to a collections notice. It was full of greeting cards. Mom kept every single one we ever got.
Not the sure, Gabe used to steal Dad's beer all the time. It was like the one thing they didn't fight about. Almost empty. Again, hát ismerős a Almost always. I didn't even story. Know what CPS was. Just that I was afraid of them. Na jó, nyissuk ki ezt az ajtót. Fel lehet menni az emeletre? Szükség van? Nem tudok felmenni. Ah, ki kell nyitni az ajtót, akkor valószínűleg. Waterstain? Oh, még ez is. Hát ezek után elmenni oda, valamilyen heavenbe. Hát fúj, jobb lehetett. Keep your voice down. Fine, I'll do it. Alex, Dad lost his job again. So we're broke again. Don't talk to me that way. Despite what you may believe, you do not know everything. You think what? I laid myself off? It's okay. We'll figure it out. I could I don't know, Dad. But what are we supposed to do now? We gotta eat. We can sell some records or what about my guitar? We can sell that? Alex. Second line. What is it gonna take to get you to stop defending him? If your mother could see you now. I don't want to hear about Mom. Babe! I'm so tired of you using her as an excuse to be a piece of shit. Don't fucking touch me, piece of shit. Dad. Oh, hogy lehet ez még rosszabb? Alex. I'm okay. It's okay. It was an accident. Hát innen jött az, hogy mindenki segíteni akar, meg ki akarja békíteni őket, meg nem szereti a vitatkozásokat, szomorúságot. Innen jött az egész elmeolvasás valószínűleg. Lehet tényleg nem is szupererőnk van? Hanem csak egy... szorongásokból és fájdalmakból épülő trauma, ami a karakternek itt a szuperképessége. Én nem tudom. Most már nagyon el vagyok bizonytalanodva. Nem olyan, mint az eddigi Life is Strange, akkor egészen különleges szuperképességek voltak. Dad! I'm sorry. No. No. Egyszerűen itt hagyja őket. Hát ekkor még ilyen 11-12 évesek. Hát mi? Igen, volt a játék elején valami ilyen kérdés, hogy mikor érezted először ezt az aurát magadon. Lehet, hogy innen jött. Sú-sú. Ennyi számla. Hogy kerülnek a platform? Hey, can I ask you a question? Which orphanage is this? The one in Grant Park? Kind of thought it'd be nicer. I can't do this, okay? I can't. You need to. No. You need to be honest about what you see. I was. I have. And now I'm done. Almost. But not yet. Sorry, that's gone because, man. You were 12. I am 16. I steal a car and end up in juvie. Gabe, come on. Then you're 13. Is lopták. 14. 15. Ezek nem voltak szüleik akkor. Orphanages, group homes,
musty rooms and the strange houses of foster parents. Nevelőszülők. By the time you're 17, you've seen them all. Somewhere along the line, you start to feel things. Your own emotions don't belong to you. You have nothing. No one. You are alone. I don't want this. Mondom, a végén még ez fog kiderülni, hogy amúgy semmi képességünk igazából nincsen, csak fájdalom és szorongás. Play my part. Hát figyeljetek, ami nem öl meg, az megerősít. Hogyha ezt túléltük. Csúsú itt volt velünk akkor is. Csú. Can't believe how long you've had that thing. That thing was my only friend after you left. Levelek apának. Every day. Stupid. Minden egyes nap írtunk neki. You clearly missed him. And I we weren't allowed to bring glass into the dorms. So we had to drink from this thing. Like hamsters in a I took a fork in here one time. And hid it under my mattress. Just cause, fuck you. Lázadtunk minden idióta eszközzel, amivel csak lehetett, de hát ilyen helyen. Wasn't a prison. Maybe they were trying to keep you safe. Guess so. Itt vannak a szabályzat, ezt olvastuk előbb. The end result was prison bars. Nice outfit. Kikkel éltünk itt együtt? Akivel jött, aki csak jött. We wore them to meet the parents. Did it? Well, there are my strings. Where's my guitar? Új, ez a majomod de para. Na jó, miért mondtad, hogy play my part? Mi ez? Mi fog történni? Koldulni mentünk el? Mi van? Mi történik? Miért néznek ők minket innen az ablakból? She's been through so much. I just don't know if we're prepared for a troubled girl. Ja, ezek ilyen nevelőszülők, ez ilyen örökbefogadás előtt valószínűleg. Says here she's sensitive. What does that mean? Ó, na ez még rohadt nehéz lehet. Annyi nehéz kérdést feszeget ez a játék. Milyen rossz lehet belelátni amúgy az emberek fejébe. És lehet, hogy ezek olyan dolgok, amikhez talán még szuper képesség se kell. Hiszen mindenki képes belelátni valamilyen szinten a másik fejébe. I'm sure she's a sweet girl, but she's not for us. She's ja, és ezeket a gondolatokat hallani. This is the kid that's been in all those fights, right? I want to help. I really do, but there's just something off. Broken. Wrong. With her. Sorry. Why? You need to see it. See what? That nobody picked me? Úristen, így lettek szétválasztva egymástól. Ezért nem látták egymást 8 évig. A tesótőre befogadták. Nobody wanted you.
Gabe-et, minket pedig senki. Senki nem akart minket. Egyedül maradtunk. It was my job to keep us. You were 11 years old. You were 11 years old. You were a kid, Alex. Let it go. People leave. Life gets hard. Sometimes it's a big shit sandwich. Make it better. Be angry at Dad. Miss Mom. Hell, be angry at me. But don't give up. Just no one gets to tell you what you're worth. And no one can take your life away. Fight. I'm not sure I... You have a gift. It's something you don't even understand. You can change the world. Make it better. Now get up. What? Get up and fight. Köszönjük, így kerülünk vissza a bányába, és van még jön egy visszaemlékezés? Come on! Túléltük? Hát ezek után nagyon remélem. Most jönnek a vendégok, figyeljetek. Hát továbbra is azt kell, hogy mondjam. Ez egy sokkal könnyebben azonosulható karakter, mint a kettőben. Egy sokkal átérezhetőbb és mélyebb sztori. Sokkal jobb ez a szuperképesség is, hogyha ez egyáltalán egy szuperképesség, és tényleg nem egy átok rajtunk. Vagy csak egy szimbolikus képesség, nem is tudom itt már igazából hogy van. Chad, ha egyszer innen kiszabadulunk, te rohadt szemét, aki belőtt minket ide a bányába. Ha egyszer innen kiszabadulunk. Ez az aranyos kisváros. Mégiscsak volt közöttünk egy rohadt imposztor. Nem teljesen úgy, ahogy gondoltam, de volt egy imposztor közöttünk. Az a megérzés az nem volt rossz. Hát jó rohadt magasról estünk ide. Jó rohadt magasról egy labirintusba, gyakorlatilag egy bánya labirintusba, mert ugye erről volt szó, hogy itt össze-vissza ástak végig a város alatt egy rohadt nagy lyukat, egy rohadt nagy alagutat, amit aztán széjjel robbantottak, nem tudom hányszor. Még így is hatalmas szerencsénk volt mindezzel a lámpással, mind a gyufával, mind azzal, hogy egyet élve lejutottuk, de ez, ahogy így végigpörgött életünknek a filmje előttünk, ez nagyon komoly volt. Viszont innen lesz a folytatás következek. Tudom, ez most egy izgalmas pillanat, egy ilyen cliffhangernél hagyjuk abba, de ez most egy rövidebb streamnek indult egyébként is. Úgyhogy holnapi nap igyekszünk, vagy holnap utáni nap igyekszünk ezt befejezni, és megnézni, hogy mi maradt hátra még ebből a játékból, a nagy lezárást, hogy vajon hogyan tudunk innen kiszabadulni, és stb. Én teljesen átértékeltem a kettőt egyébként. Teljesen átértékeltem. Annak a végjátszásánál azt mondtam, hogy hát ez az egyel vetekszik, és nem is tudom eldönteni, hogy pontosan melyik a jobb. Most így, hogy a hármat is hozzá tudom venni és viszonyítani hozzá, sokkal másabb játékélmény, sokkal komolyabban megcsinálták ezt a hármat, mint a kettőt, és most már sokkal jobban át is érzem egyébként ezeknek a sztoriknak a lényegességét. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez messze jobb, mint a kettő. Már most, és még a sztorinak a hát nem tudom, hanyadik részénél vagyunk, de hogy a végén emlék biztos, hogy nem. Úgyhogy, ja. Innen lesz a folytatás következőnek. Az, hogy az egyel is vedekszik-e, az meg majd ott kiderül. A zárásában.
Úgyhogy emberek, találkozunk holnap után. Lehet, hogy még ma nagyon későn este streamen, attól függően, hogy mennyire vagytok fent. Az a baj, vagy nagyon korán, vagy nagyon este szoktam streamelni, és pont akkor, amikor egyébként mostanra érkeztek meg az emberek, pont mostanra zárom le a streamet, de majd lesz, ahogy lesz emberek, úgyhogy addig is kitartást, és akkor találkozunk hamarosan. Sziasztok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok.